Analóg hangszerekkel megtűzdelt technopoppos Jó estét kívánok! Hello robot. hello Hello, neon light, neon light, közvilágítás, neon light, neon light. Ja nem, led van már, bocsánat. Bakker. Hogy még ez is politika lett? A közvilágítás, jaj, ne is mondjam. <Szorítás> <Szorítás> Tehát érted így? Lát. Így Tomoy Kraftwerk koncerten voltam, majd mindjárt mesélhetsz róla, de hogy így, így álltak a színpadon, nem? És, és, így nyomkodták a billentyűt. Ledvilágítás, közbeszerzés, ledvilágítás, közbeszerzés. Nem ez volt? <gül> majdnem, majdnem. <gül> Na mesélj, Krisztián, milyen volt a Kraftwerk Koncert. Hát elmondhatom, hogy a mi történt velem a héten, az egy bakancslistás óriási pipa volt, ugyanis sikerült eljutni a Kraftwerk koncertre tegnap. Én még egészen addig, amíg föl nem hangzottak a, az első hangok, nem hittem el, hogy sikerülni fog tekintve a korábbi balul sikerült próbálkozásomat élénken él bennem az emlék, amint a Szita barátommal állunk a krakói csepelművek bejárata előtt, és szemerkél az eső, és szomorúan konstatáljuk, hogy a, a ősi művészete nem divat krakóban, és nem tudunk bejutni a koncertre, pedig elutaztunk egészen Krakóig. Mindeközben vidáman buszok viszik be azokat, akik jegyen rendelkeznek és hát ugye gyakran nem jön a Kraftwerk ide, nem fiatalok, de szerintem ezt már elmondtam a múltkor is, úgyhogy volt egy ilyen hatalmas kérdőjel bennem, hogy na majom, most sikerülni fog-e. Sikerült Kraftwerk koncerten voltam, hátradőlhetek, ez is megtörtént. Azért nem volt benned egy ilyen, egy, egy ilyen nem is tudom, előérzet, hogy megállsz mielőtt bemennél, szétnézel, esetleg Krakóból Krisztián nem jött a -e busszal, és nem tudnál le neki szerezni egy jegyet? Nem, viszont kiszúrtam, hogy egy fiatalember ott állt a lépcső aljában, kezében Kraftwerk jegyekkel, úgyhogy nálunk előre haladottabb ez a ez a mifoly, utolsó mint pillanatban, igen. Utolsó pillanatban jegyre van szükségem. A, a kereslet és a kínálat jobban egymásra talál ezen a piacon. Nálunk Ah, nem is tudok mit mondani. Fifika, hát azt nem mondom, hogy még mindig a hatása alatt vagyok, de hogy, hogy egy ilyen néhány ránc kisimult a homlokomon szerintem most így ezzel. Milyen volt a hangulat? Nagyon, nagyon telt volt, és a, a, karzatról, meg mindenhonnan, ott lent a lenti ülésekről annyira nem, de a karzatról á, iszonyat tombolás, és, és ováció, és taps, és minden. nagyon, nagyon jó volt a hangulat már amennyire egy Kraftwerk koncerten nem tudom, nem egy mit is mondjak, nem egy ACDC-t kell elképzelni, mert nyilvánvalóan a nem rázta mindenki, senki a fejét. Igen, 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 de hogy, hogy a közönség nagyon értékelte, és hát fú, elképesztően jó volt. De ezt, tehát én, én Kraftwerk koncerten nem, de Tangerine Dream koncerten voltam, és a Tangerine dream ott ilyen halálkus volt, tehát hogy így elkezdődött az előadás, és egy pissenés nem volt, érted? Mindenki mint ilyen komoly állított. zenei koncert. Igen, mint egy ilyen komoly zenei koncert, és amikor így vége volt egy ilyen félórás etapnak, akkor tapsoltak az emberek, és várták a következő félórát. órát. Hát itt ugyanez volt, csak nem voltak félórások a blokkok, meg ováció is volt, mondom, a karzatról. És hát ugye ez 3D koncert, amit nyomnak most már egy ideje. Na ezt nem és... értettem Krisztián, ezt magyarázd, de tehát én, én azt kettődébe is lehet koncert, tehát élő koncertet lehet 2 2D-be is adni, tehát mi, mi, ja, mi volt ez a, ez a 3D? Van. A 3D az az volt, hogy a, a zenekar háta mögött egy 3D vetített, tehát filmvászon, mint a 3D moziban, és folyamatosan vetítés volt, tehát ilyen igazából 3D vizuális és audio élmény volt egyben a, a, az egész koncert, és hát voltak, voltak nagyon látványos és jó, ne, ne, a legújabb Star Wars képzelje el senki, mert azért a Kraftwerknek a vizuális stílusa az megmaradt, és ilyen szuperminimál, és az évtizedekkel ezelőtt elképzelt jövő, meg ilyenek, de, de, de voltak jó pofák is nagyon. A, a, nekem, ami nagyon bejött, és az egyik kedvenc dalom, az a Space Lab, mint űrállomás, és ott olyan volt az egész, mint mintha egy űrállomás ablaka mögött, nyilván nem az űrben, hanem az űrállomás területén mm. játszana a, a, a zenekar, és akkor így az ablakon kitekintve meg így forog a föld, és mocorognak, meg UFO, leszáll, elrepül az UFO, annyira odafigyeltek a részletekre, hogy aktualizálták Budapestre a, a, a klipet, jobb szó híján, és az űrállomás körül lebzselő UFO aztán elrepült a, a, budai vár előtt, és aztán leszállt a, a paplászló sportarénánál. Hát, ez, ez, volt a 3D benne. Ritkán szoktalak irigyelni, de, de most nagyon irigy vagyok. Nagyon is volt. Figyi, az utolsó alapító, aki még játszik, Ralf Fütter, még csak 71 éves. Jézusom! Biztos sokat jönnek még. De, de tényleg, én Blánek Rakó után akkor volt bennem egy ilyen, hogy oké, lemaradtam életem utolsó lehetőségéről, hogy élőben lássam a kraftverket. most ez hála Istennek összejött, de. de én nem tenném rá, ha nem bennék rá mérget, hogy, hogy jönnek még hozzánk. De ha jönnek, akkor ki ne hagyd. Hát ha, ha, még egyszer el fognak jönni, akkor hatörik, ha szakad ott a helyem. Bár ugye volt, volt, egyszer, igen, a Morikóna is így, így, volt, hogy jaj, ez lesz az utolsó, és már nem jött, mert, és egy múlva megint ez csak visszakanyarodott. Ezt csak visszakanyarodott. Igen. Hát a kraftwerk is ez lesz, hogy egyszer csak visszakanyarodik. Ez érdekelne egyébként engem, hogy mi alapján találják ki ezeket bevétel, vagy, vagy telt ház, vagy ilyesmi alapján, mert ugyanezt el szokta játszani a depes mód például rendszeresen, hogy szerintem igen. Odafele menet, meg visszafele menet is jönnek. Sting a, azt a Symphony Cities turnéval, a, a londoni filharmonikusokkal való együttes koncertje volt ilyen, amikor kétszer jött. Szerintem igen. Tehát, egyszerűen fölmérik, hogy van-e még egy koncert benne a, a, helybe. Tehát, hogy még egy teltházat össze tudnak-e hozni. Tehát ez, ez már biztos vagyok benne egy szintiszta gazdasági számítás. Tehát sem, jaj, most a, a, rajongók kedvér, meg sokat tapsoltak, meg sok levelet kaptunk, meg izé, hát biztos, hogy nem ez van, érted? Dévényi Tibi bácsi elintézte. igen, igen, egy, egy jutott eszembe, hogy, na mit kérsz, kis jobb Kraftwerk jó, akkor jövőre is jönnek, egyefen elintézzük. Nem probléma. Szóval velem igazából ennyi történt, de szerintem ez kiemelkedő esemény az elmúlt hétre, és, és én már titokban még egy inci-fincit reménykedem, hogy egy YouTube egyszer eljön ide még az én életembe, és akkor, akkor, akkor kipipáltam minden. Szerintem el fog Krisztián. Mindig elkerülnek minket, mert ezek azért túlnéznek, elég masszívan, és maximum Bécsik hajlandóak eljönni, és aztán slusz. Biztos vagyok benne, hogy el fognak jönni. Tud kerály. és mondjuk Bécs, Á, de Bécs sincs jop, jop. olyan baromi messze. Tehát bármi lehet. Ja, 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 ha eljönnek Bécsig, akkor. Most így, most egyébként tavaly tavasszal, vagy valahogy így, és, és nagyon, nagyon, nagyon furta az oldalunkat, vagy nagyon bennünk volt a bugikingával, hogy elmenjünk. De a, az utolsó, ahol még lehetett jegyet kapni, az Párizs volt, és, és ott is az ilyen elképesztő árba. Nagyon későn ugrottunk rá, hogy hát, ha kössük össze egy ilyen kis hócskócskával külföldi kirándulással, de hát ez nem jött össze. De a más nem, Bécsig eljönnek, legközelebb elmenjünk Bécsbe. Mert... Na jó, de Kraftwerk. Na, de veled mi történt, Fú, Azon kívül, hogy nem voltál Kraftwerk. Hát azon kívül, hogy nem voltam Kraftwerk koncerten. Megmondom őszintén, hogy és ez most ilyen ilyen kvázi vallomás lesz a részemről, hogy én nem nagyon szoktam fölidegesíteni magam e, emberek, e, nem is tudom, e, aljasságen és hülyeségén. De, de, van az, de van az a, tudod, van az a, az állapot, meg, meg az a szituáció, amikor amikor így, így e, szétrobban a fejed, érted? Mert, mert egyszerűen a. Az, az ostobaságnak olyan magasságait ö, ö, látod, hogy, hogy nem, nem. Azt mondod, hogy ilyen nincsen, és mégis van. És Mi már megint német szilárd. <laughs> Még ha, tehát tőlem már ezt megszoktam, tehát uh, már így tudod, ez a, már oda sem figyelsz ezekre a, a dolgokra, sőt az tűnne föl egyszer uh, nekünk, hogyha így német Szilárd ilyen, ilyen abszolút értelmes és szalonképes válaszokat adna bármire, és bármire válaszolna, tehát hogy nem így fölmondana a leckét, és nem mindenről a, a soros jutna az eszébe. Mellesleg nekem német Szilárdról az a az a nagyon uh, uh, bugyuta, de rettentően jópofa vicc jut az eszembe, amikor a, a szexmániákus elmegy a, a pszichiáterhez, és mutatnak neki ilyen tinta pacli képeket. Aha. És akkor, ja, teszte, és ja. akkor mondja, hát itt mit lát? Hát itt uh, egyik nő csókolózik a másikkal, és mesztelen vannak. Felszorok. Ad neki egy másik tintapacás képet, és itt mit lát? Hát itt egy férfi éppen hátulról szeretkezik egy nővel. Hát ez nem igaz. Ad neki egy harm, és itt mit lát? Hát itt két apáca félmeztelen ölelkezik egy pappa. Szóval ne haragudjon már, hát magának akármit mutatok mindenről a szexit az eszébe. Mire a férfi mit csinálják? Hát maga mutogat nekem pornó képeket. <coughs> Na, szóval, érted? Szilárnak is bármit mondhatsz, az tudja, hogy soros lesz a, a vége, pedig hát néha mondhatná, hogy párhuzamos, vagy valami. Mert én meg úgy élem meg őt, mint egy párhuzamos valóságot. <coughs> nem, nem, nem ez volt a, a kiinduló a sztori hanem uh, uh, van, tehát a, a véper társadalom az természetesen nem homogén, tehát ezt senki nem várhatja, homogén akkor volt, amikor voltunk 400-an a fekete fórumon. Akkor homogén voltak, tényleg mindenki kezdő volt, volt egy-két nálad okosabb, elfogadtad a véleményét, stb. stb. és nem, nem, kérdezték meg egy nap 400-szor, hogy de akkor az ego cét, hogy tekerjen fel a izére, vagy mit ajánlottak, tehát nem voltak ilyen dolgok. Mindenki, aki följött a fórumra, végigolvasgatott egy csomó hozzászólást. Egy idő után ezek rendszerezve voltak, tehát még nagyon bányászni se kellett. És akkor, hogyha ezek után se értett valamit, akkor kérdezett egy értelmeset. Tehát ez a, ez a hőskor volt. Mondjuk nem is volt olyan baromi nagy választék a készülékekből, meg, meg nem voltak tekerések, meg, meg mit tudom, 0,1 ohm ómok és 400 wattok, tehát az tényleg a, a, a hőskor volt. Ugye 650 milliamper volt akkor a csúcs. <laughs> ha emlékszel rá, egy akkumulátor, Ó, igen. Értem. Ó, igen. Mert a 120 milliamperes az, az tényleg, na, tehát az a belépőszint volt, az egy 650 milliamper, az csak 650 milliamper. Mm. És ö, ö, nyilván nem, nem homogén a, az elcigarettás társadalom, teljesen úgy nézünk ki egyébként, mint a, a nagy vallás alapítás. Tudod, hogy van Jézus és a kis csoport, és akkor még mindenki ö, egységes ebbe a, a kérdésbe, aztán amikor eltávozik a mester, és elkezd duzzadni az egész, akkor az egyház elkezd szétszabdalódni, az egyik a, ez a Brian életében rettentő jó volt, oda, a, a sarú meg a, a nem tudom én milyen imádók, tehát itt is azért ez látszik, hogy hogy fragmentálódik ez a, ez a közösség. És ezzel semmi baj nincs az égadta világon. A baj azzal van, és akkor van, amikor valaki abszolút rossz indulatúan mindig másra mutogat, és nem a saját házatáján söpröget. Ez kurva nagy baj. Én soha nem szerettem azt a fajta... Ö, hogy is mondjam neked ö, reklámot, amikor ö, úgy próbálod a, a saját termékedet hypólni, hogy a másikét szólod le. Érted? Ne, neked ahhoz egyébként semmi közöd. legyél jó a saját ö, ö, termékedben, próbáld eljutatni azt a csúcsra, de ne úgy, hogy közben letaposol mindenkit, aki. Ö, ilyet árul, vagy ilyet forgalmaz, vagy nem tudom, tehát én ezt világéletembe gyűlöltem, utáltam, és uh, tényleg nem, nem szerettem ezt a fajta hozzáállást. Uh, és uh, képzeld el, hogy uh, mondjuk hívjuk X-nek az illetőt, egyik reggel fölébred, és uh, beüti a keresőbe a saját uh, likvidjének a nevét. Mondjuk azt, hogy uh, mit tudom én, a hódon fügy likvid. És beüti, hogy hódon fügy, erre följön egy oldal, és így nézi, hogy ezt az embert kurvára utálja, úristen, ennek az oldalán jelenik meg az ő talál, tehát az ő, az ő saját likvidjének a találata, ennek az embernek az oldalán jelenik meg, akit ő rettentően utál. És nem gondolkozik azon, hogy mit lát, hanem elkezdi orvérzésig telenyomni a, 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 saját, ö, ö, nem is tudom, társaságának a, az, az, agyát, hogy nézzétek meg, hogy, hogy ez föl fogom jelenteni mindenhol, mit keres ott ez a izé, salala, salala. És ugye fel nem jön, hogy a... a és, ő, és ő tudja, hogy, hogy soha nem árulták az ő likvidjét, ami persze nem igaz, mert hogy árulták, és nyilvánvalóan azért jött fel a találati lista legelejére. Egyrészt, mert az adott webáruház foglalkozik a Google találati helyezéssel, és próbál, és ezek szerint mindent megtett azért, hogy ő kerüljön az első helyre. Másrészt egy öt évvel ezelőtti... Ö, mi, minek hívják ezt, Krisztián, te jobban érted, amikor letárolja Google a Google azt a, az öt évvel ezelőtti készletben lévő nevet. Kes. Kes. Tehát, hogy ez egy öt évvel ezelőtti kesből jön, amikor igenis ő még árulta a, ezt a hódon fügy likvidet, és hát bakker. Tehát én két-két dologban uh, mélyednék el. Egy, hogyan fogok bocsánatot kérni azok után, hogy, hogy uh, mindenféle szarházinak lehortam a másikat, aljas gazembernek, és, és uh, egyébként is. És, tehát abszolút uh, barom módon neki megyek. Kettő, meg azon gondolkoznék el, hogy miért nem az én oldalam jön föl a saját likvidemre találati lista elsőként. Tehát, na, szóval, és, és, és tudod így, korán reggel, így egy, egy ilyenre, ébredni, hogy ismételten bebizonyítottuk azt, hogy mekkora faszok vagyunk, hogy mekkora széthúzást és, és, egyéb dolgokat tudunk produkálni a saját egyébként szűk közösségünkön belül. Na, szóval mindenki nézzen egy picit magába, és, és tegyen ezért a közösségért, és ne, ne széthúzza, hanem, hanem boronálja össze. De hát ez nyilvánvalóan nem ezt szolgálja. Na úgyhogy nekem ez volt a, a, a borzasztóságom így étgyomóra. Egyébként meg dolgozunk ezerre. Úgyhogy rémhíreket meg nem akarok terjeszteni. De tudnék! Még rémíreket még. Én nézegettem itt ezt a cucmókot egyébként, és mert nekem furi ez, a, a Google azért nem hülye, és 404-es oldal jön föl most, ugye, tehát tartalom nem található oldal jön föl a, arra a találatra, és azért a Google nem szokta ezt olyan sokáig őrizgetni ezeket a dolgokat, úgyhogy elbatyogtam a szép emlékű régen a szanáltal, Üzemeltetett vébek mesénre, hogy megnézzem, hogy mikor változhatott ez utoljára. És én azt látom, hogy tavaly augusztus 19-én például még kim volt a, a tartalom. De gyakorlatilag ez nem egy tartalom, hanem akkor sem volt már fönt termék, ez egy kategória elosztó oldal, és már akkor ott volt, hogy nem található termék. Tehát én azt gondolnám, hogy itt az történt, hogy valamikor egyszer réges-régen lelettek szedve a termékek, és ott maradt ez a kategória véletlenül bekapcsolva. Uh -huh. És és alapvetően ennyi a, a, a történet. De hát tényleg valaki árulja a termékeidet korábban. Majd agyvérzést kapsz tőle. Hát ahogy augusztusban megint nincsen termék. Nem nem így, tehát így... ez valami négy évvel négy öt évvel ezelőtti uh, sztori volt. Úgyhogy mindegy, hát uh, mondom, Kriszt, Krisztián, nem, 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 ér az egész annyit, hogy te most ezen itt nézelődjél, hogy valószínűleg négy évvel ezelőtt fogod látni, vagy, vagy öt évvel ezelőtt, hogy aktív volt a, a, az a termék a webáruházban. <tosz> De most már érdekel. 2014-ben van, igen, és megnézzük az utolsó adatot, 2017 márciusából, mert előtte csak 2014 van. Nézzük, nézzük, nézzük. Nézzük, nézzük, nézzük. Bocsánat, hogy ilyenekkel idézom, de most már így érdekelt a, a, a dolog. De hogy én igazából nem állnék bele ebbe a. Na, hát ez itt 2017 elején sem volt ott semmi. Nézzük az utolsó állapotot, amikor még talán lehetett volna ott valami. 2017, ugye izgalmas lesz szegély hallgatóknak ezt. 2014. Olvasni. 14. december 19-ét megnézzük, hogy hát ha akkor van ott valami tartalom. Tehát azért ennyire leülteni valakinek a fejét, mert ott maradt egy kategória oldal <laughs> valahol. Amit, amit rá, ráadásul a, a Google raktároz el, tehát Érted? Egy-kettő, meg, meg az, hogy inaktiválok egy terméket, amit már nem árulok, és, és nem kezdem el kiradírozni, érted, a, a, teljes webtevékenységemből magam után, hogy én ezt a büdös életben nem árultam, ez azért nem elvárható egyetlen egy webáruház üzemeltetőtől sem. Én é, úgy gondolom. 2014. december 29 nem található termék Na. a kategóriában akkor még, még régebbi. Tehát hagyjuk is a fenébe, Krisztián, mert abszolút Jó. érdektelen ebből a, 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 szempontból. Tényleg csak a, a, a hozzáállás és, a, és a, ez a fajta a viselkedés az, ami kiverte nálam a, a biztosítékot, hogy nem állsz le végig gondolni, hogy de most akkor te ezt miért látod? Ráadásul, hogy ugye, hogyha az élő oldalra kattint, azt egyértelmű, hogy nincs ott. Tehát senki nem akar a te terméked nevével visszaélni, stb. stb. Arról nem is beszélve, hogy uh, nincs, nincs levédve semmilyen szinten. Uh, ami egyébként, uh, tehát ha bárki 5 éve gyártod a, a Vimpex mosóport, de nem voltál arra képes, hogy kifizesd, mit tudom is én, azt az 500 vagy 1000 eurót, ami, ami mondjuk a, az európai márka védelmet megadja neked. És akkor ott megvizsgálják, hogy van-e ilyen néven másnak terméke, ha van, milyen termékcsoporthoz tartozik, stb. 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 Tehát ez egy eljárás. Mi annak idején egyébként két évvel ezelőtt vagy három évvel ezelőtt levédettük a bloszt. Most már ott tartunk, hogy minden egyes termék kategóriát is levédetünk. Tehát jönni fog a, a vortex, a vortex le van védve. Nem lesz másnak Vortex néven euh, likvidje. És euh, tehát minden egyes ilyen, sőt ráadásul még a logókat is, a hozzá tartozó logókat is, tehát a Blosz logót levédettük, a Blosz terméknevet levédettük. Volt egy lengyel vitánk egy dohányipari céggel, akinek volt a Bloszra hajazó, azt hiszem egybetű eltérés volt terméke. Tehát iszonyatos pénzeket lehet ebben nyilván belőlni, és hogyha téged valaki ezért beperel, akkor iszonyatos pénzt lehet szakítani rajtad. Na és hogy nem veszed magadnak a fáradtságot, hogy egy, egy öt éve gyártott terméket levédes, ez még egyszer mondom, azt hiszem a sima névlevéde és az 500 euró, akkor milyen jogon gondolod azt, hogy bárkit főjelenthetsz azért, mert, mert ugyanolyan néven gyárt, forgalmaz, vagy, vagy, mit tudom is én promotál bármit. Tehát ezek ilyen, ilyen ős, ős magyarkodós hozzáállást old, hogy de ez az enyém, de mi, hát azért melyén ülök rajta, ja, bocs, hát, na, Ennyi. Nekem még az jutott erről eszembe. Aztán akkor tényleg ne beszéljünk többet róla, hogy. A... Gyorsan akartam mondani. Nagymamám mondta nekem ezt még réges-régen, és azóta is próbálom megfogadni a tanácsát. Nem mindig sikerül, de gyakorlat teszi a mestert, hogy időnként jobb hallgatni, mint nem. És érvényesüljön a gondolkoz mielőtt az el, és akkor nem csinál hülyét magából igen, az ember. erre még nekem van egy mondásom, bölcsebb lettél volna, ha hallgatsz. Igen. Na de, hát van nekünk más témánk is. Na de. Na de. Ha már így gurulgatnak, gurulgatnak a gyógyszerek. a gyógyszerek, igen. Hol itt, hol ott, hol ezért, hol azért. Egy remek cikk, az egyik kedvenc álnéven jegyző, angol brit blogírom tollából, Dick Padlockot néven, ő mindig gyönyörű és vitriolos cikkeket szokott írni elektromos szigaretta és Igen, én emlékszem, emlékszem hogy, hogy volt már tőle egy pár szösszenet. Na de most aztán végképp elgurult a WHO gyógyszere, és ő igazándiból ilyen Hisztiző 12 éveseknek jellemzi a kis írásában a, a WHO-t, hogy ez így már annyira kibogozhatatlan, hogy mi a fasz akarnak és mit hisztiznek, hogy az valami egészen elképesztő. Csak röviden bevezetve a sztoriba, a WHO-nak van egy ajánlása. Van ugye az Egészségügyi Világszervezet, és a WHO kiadott egy ajánlást, hogy igen, igen, tudjuk, a dohányzás borzalmas, blablabla, blablabla, bla, bla, a dohányzásban van egy csomó mérgező anyag, meg káros anyag, és mi kiadjuk ezt az ajánlást, hogy ezek azok az anyagok, amelyeknek a mennyiségét csökkenteni kéne. Mi ajánljuk, aki tudja, csökkentse a dohány termékeiben ezeknek a méreganyagoknak a jelenlétét. Tök jó, a WHO-tól elvárhatunk egy ilyet, nem? Teljes. Vannak a legrosszabb dolgok, ami előfordulhat a dohányfüstbe, ezek nagyon rosszak, csökkentsük őket. Tehát múlnak az évek, jön egy British American Tobacco névre hallgató dohánycég, és mit nem csinál ez a büdös dög? Csökkenti ezeket a méreganyagokat. És kiad egy sajtó közleményt, hogy igen, ez egy összehasonlítás a zégetéssel keletkező dohányfüst, és a referencia cigaretta, és a Glow nevű, ami a Batnak a, a Heat not burn terméke, és a, a, a Glowból kijövő aeroszolnak a, a, a mérési eredményei között a, azon e, egészségkárosító e, anyagok tekintetében, e, amelyet a WHO csökkenteni ajánl. Ezek a ezen mennyiségek nem feltétlenül jelentik azt, hogy a termék e, 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 eredendően kevesebb egészségkockázatot jelentene, mint más dohánytermékek Még ezt is hozzáteszik. És gyakorlatilag kihozzák az ismert számokat, hogy 90-95% környékén van, amennyivel kevesebb annak a, 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 azon egészségkárosító anyagoknak a jelenléte, amire a WHO azt mondja, hogy kérünk mindenkit, hogy csökkentsék. Uh, Mi történik? Uh, ja, mondj, mondjad, Fifika, mondja. Nem, nem, nem. Tehát, hogy a... a... A bat egy hihetetlen precíz, én láttam az eredeti mérési jegyzőkönyvét a, a batnak, tehát magába a vizsgálatba nem lehet belekötni. Tehát érted, annyira hi iszonyúan alátámasztott, ha megnézed, itt is leírja, hogy milyen referencia cigarettából és akkor ott leírják, milyen módszerre, hogyan, és hogy ugyanúgy mérték, és ugy, ugyanazt a az műszert használtak kalibrálva mé, minden mérés előtt, és nem tudom, ötször, hatszor ismételt mérések, és tehát tényleg ez a majdnem, hogy közjegyző jelenlétében csinálták meg ezt az egészet. Igen? De ezt, ezt, meséltem még, bocsánat, kis közbeszúrás, hogy még a, a, a Varsói Nikotin konferenciáról meséltem ezt valamelyik évben, amikor volt az a kerekasztal a kutatók, a dohánygyárak kutatói, meg ilyenek között, és ott mondta az egyik tudós, aki a valamelyik dohánygyárnak dolgozik azok az ottani kutatásokon, hogy, hogy tényleg mióta a 60-as évek végén ugye kiderült, hogy mennyit próbált elcsalni a, 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 dohánygyár tényekből, hogyan próbálták meghamisítani a tényeket, hogy gyakorlatilag olyan szinten figyelnek arra, hogy minden dokumentált legyen, minden megismételhető legyen, tehát gyakorlatilag tényleg Igen. a dohánygyáraknál kritikusabban, önkritikusabban, eh, precízebben eh, ilyen kutatási eredményeket gyakorlatilag senki nem közöl, és általában ilyenkor jön a WHO, meg az összes kis barátjuk, és öö, öö, dohánygyár, fúj, fúj. Jó na de hogy tényleg, tehát irgalmatlanul precízek, és, és minden kis apróságra odafigyelnek, na de, az van, ne el senki, hogy hol tartottunk, jön a WHO, azt mondja, hogy én szeretném azt ajánlani mindenkinek, hogy csökkentse ezeket az anyagokat a füst jelenlétében, az ajrószó jelenlétében, jön ez a nyomorult British American Tobacco, csökkenti, közzéteszi, hogy sikerült, sikerült, csökkentettük, a WHO ajánlása szerinti anyagok listáját, a mennyiségét csökkentettük, jön a WHO és közli a következőt, az egészségügyi világszervezet elítéli a nevének a félrevezető használatát a hitét, tehát hevített dohány termékek marketingjében. What? Ez egy kutatás köcsög. Tehát érted? Fordítsuk le egyszerűre a dolgot. Srácok, szólok mindenkinek, itt van azoknak az anyagoknak a listája, amit csökkentenetek kéne. Uh, figyelj, figyelj, itt vagyunk, csökkentettük, kikérjük magunknak! <laughs> ez ez olyan piszkos propaganda. <laughs> Hú, oh, ez. Ajánlom mindenkinek egyébként, hogy olvassa el az egész cikket, hogy ha jól tud angolul, ha nem, akkor, akkor is. <laughs> Zseniálisan körüljárja magát ezt az ellentmondásos problematikát. Ej, <laughs> ej, hallgassunk mindannyian a va ra mert igazándiból csak. Alig olyan, mint egy szélkakas. Szerintem egyébként a következő történt, hogy akkor, amikor ezt leírták, akkor így nagyon magabiztosan összekacsintottak, és azt mondták, hogy hát úgyse fogják tudni megcsinálni, tudod, ez a... Ez, ez, a, ilyen, ez olyan, mint a mesebeli király, amikor Ilyen, nem lesz, a figyelj, ilyen nem lesz. Menj el oda, öld meg azt, szerez meg azt, úgyse fog is kerülni. Az jön szegény legkisebb fiú? De lehet, nem a legkisebb... Be. Ilyen nem lesz. Nem a fiúhoz akarom hasonlítani a British American tobacco mert egy kicsit fajsúlyosabb, de hogy jó szerencsétlen végre sikerült. Nem. És Elképzelem és a, és a fiáhot, bocsánat, hogy befogja a fülét, és tényleg vitt a kisgyerekeket. Nyá, 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 nem hallak, nem hallak. Iszonyat komolyban. És, komoly band, és, tényleg, és tényleg, tehát Uh, Oké, okay. volt, volt egy időszak, amikor valóban félrevezettek mindenkit. De amikor itt Romániában elkezdték a, a Glót forgalmazni, akkor én fölmentem a Bató oldalára és megnéztem a terméket, és valóban oda van írva, tehát egy szó nem esik erről, hogy ez 90 vagy 95 százaléka kevesebb káros anyagot tartalmaz, és ott van az az egy mondat, hogy, hogy az, hogy itt hevítés történik, és nem égetés, az nem jelenti azt, hogy esetleg ez nem annyira károsít. Tehát abszolút tényleg odafigyelnek mindenre, hogy még csak véletlenül se lehessen őket azzal vádolni, hogy emberek halálát fogják újra okozni azzal, hogy azt mondják, hogy ez, ez, ez egészséges, vagy, vagy nem, nem annyira káros, vagy nem tudom én. És amikor ezt megcsinálják, és a kutatási eredményt odaadják a kezedbe, akkor német szilárd lettél. Soros tehát komolyan, én most nem tudom, hogy kitanul kitől ebben a, a történetben, hogy a WHO Magyarországtól, vagy a Magyarország WHO-tól, ezt már nem tudom, mert ugye most már azt hiszem, hogy az ENSZ is ellenségünk. Tehát biztos van még tovább, mert, mert a, a Bolygók Egyesült Konfederációját még nem találtuk meg a a vívott harcunkban, de egyszer eljutunk oda is, tehát körkapitány fölködheti a gatyáját. De hogy ez, ez, ez mi? Tehát tényleg borzalom. Ugyanez a más. Szerintem nem gondolták előre, tehát így, így oda vettünk egy csontot, úgyse sikerül soha senkinek. Ugyanez a, ugye az alapvető definíciója a dohányzás visszaszorításának szintén az egészségügyi világszervezet alapító okiratából, a keretegyezményből, hogy a, a dohány termékek keresleti és keresletének és kínálatának a csökkentésére, valamint az ártalom csökkentésre vonatkozó stratégiák összessége a dohányzás visszaszorítása. Biztos, hogy nem szó szerint idéztem, de nagyjából erről van szó. És tették ezt azzal a békés nyugalommal, hogy gyakorlatilag nem volt akkor bizonyított ártalomcsökkentő megoldás. Ha dobunk egy csontot a, a hülye ártalomcsökkentő mániásoknak, úgyse lesz hogy senki. És az csak jövő egy cigaretta, hogy hello, itt az ártalomcsökkentés. Hogy tőled idézzek, soros, soros, soros. Tehát, hogy Ugye az, az elektromos cigaretta az azért, lássuk be, hamarabb produkálta ezt, amit most a, a BAT produkált, de nyilván nem tudott egy ilyen komplex vizsgálati anyagot letenni a WHO asztalára, és akkor mit lehet ilyenkor csinálni, amikor innen-onnan, amonnan kis, szerény, kutatók, emberek, nem annyira nagy tőkével rendelkező cégek jönnek, hát egyszerűen a szemükbe hazudsz. Tehát azt mondtad, hogy de bizony ártalmas, és keresel embereket, akik bizonyítják ennek az ellenkezőjét, és hogyha egyre többször mondogatod, hogy de ez rosszabb, mint a dohányzás. Tehát hogy mondhat, tehát egyszerűen érted, az ártalom csökkentéssel küzdő szervezet vezetője, hogy mondhat olyat, hogy az elektromos cigaretta veszélyesebb, mint a hagyományos, mert nincs rajta fűszűrő. Tehát, hogy, hogy ez ezt, 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 ezt hogy? Tehát ez tényleg hihetetlen. Négy, négy osztály, négy osztály, nem több, érted? És még lehet, hogy írni, olvasni. Megtanult, de már gondolkodni nem. Erről tudod, mi ugrott be, basszus, hihetetlen. Ez ma került a, a szemem elé Facebookon. Azt hiszem, hogy Blacky idézte még a, a Fekete Fórumról egy ilyet, valamelyik fórumtag euh, méltatlankodott, hogy van neki egy nagyon komoly végzett vegyész, nem tudom a milyen rokona, akinek csak ész nem jutott, és a, a vegyész szakértő elmondta még a kezdeti időszakban az elektromos cigarettáról, hogy ő azt senkinek nem ajánlja, mert senkinek gondolja, hogy azon a kis vizen, ami abban a tartályban van, keresztül szűrik az elégetett dohány füstjét, <laughs> az annyira meg fogja szűrni, mint egy, hogy az, az, az érzékelhető legyen. És hogy így, hogy tessék, miről beszélsz. Ez egy kicsit ilyen ez a bigyó, csak hát az egyik az egy ilyen kis elszigetelt magyar vegyész valahol, a másik meg a WHO-nak a nem tudom én mi, de valami direktor, mert ott úgy dobálják a direktor címeket, mint hogyha nem férnének el tőle. Igen, és pont most a napokba került a szemem elé valamelyik ecg Uh, Trafikos uh, srác mutatja a likvidben dohány. Tehát, hogy így <laughs> fogta a kezdő egy cigarettas, és megtömte a likvidjét a tankba dohányjal. Jó <laughs> Istenem. Na, tehát azért van még hova fejlődni. Érted? Hát van még hova fejlődni. De a WHO-nak az se lesz elég, hogyha a pokol befagy, már pedig úgy tűnik, Fifika, hogy a pokol elkezdett Jézusom. befagyni. Ne is mondjad, mert itt mínusz 15 van. Igen. A, az Amerikai Rák Társaság, ami így lefordítva elég szerencsétlenül hangzik, de ismerős lehet és számára a neve. És nem Általában a, és a, és a Forest Gumból ismerjük. És nem a Forest Gumból ismerjük. Ö, ö, azért ismerős a neve bárkinek igazából, mert amikor valami rosszat kell mondani az elektromos cigarettáról, akkor ők általában ott tülekednek az első sorba, hogy, hogy elsőként szólalhassanak meg valami bődületes fassággal. Teszik ezt évek óta, az amerikai gyermekgyógyásztársaság, meg az amerikai tüdőszövetség, meg tüdőtársaság, meg nem tudom én milyen társaságában, és azt képzeld el, hogy frissítette az amerikai rákutató társaság, vagy rákellenes liga, vagy rákellenes szövetség, vagy nem tudom én, hogyan hívják őket, az álláspontjukat az elektromos cigarettáról. És viszonylag hosszú, van benne sok-sok hülyeség, de hát mondjuk egy ilyen e, társaság esetében érthető, hogy annyira óvatosan próbálnak fogalmazni, hogy az valami elképesztő, alig, alig nyitják ki a szájukat, de fölkerült egy ilyen bekezdés a ACS, mint az American Cancer Society, Position vagy uh, Society, igen, Society, Position Statement on Electronic, electronic Cigarettes, majdnem azt mondtam, hogy elektronikus cigarett, már engem is megrontanak a, 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 az el, 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 elrontott megnevezések. Tehát az ő állásfoglalásuk az elektronikus cigarettáról tudományos összefoglaló a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a legfrissebb generációs elektromos cigaretták használata kevésbé ártalmas, mint a dohányzás. Hozzáteszi természetesen, de, hogy a hosszú, távú hatásokat nem ismerjük, de ez a mondat elismeri, ki van, itt van, az elektromos cigaretta, az aktuális kurrens elektromos cigaretták használata kevésbé káros, mint a dohányzás. Ezt is megéltük. Tehát jó reggelt, 7 évvel ezelőtt miért nem lehetett egy egy ilyet kimondani? Semmi nem történt volna. Érted? De vártak 7 évet vele. Tehát ennyi. <coughs> És, és itt még ilyen gyöngyszemek is vannak, aztán beleugrok a közepébe, tehát az Amerikai rá szövetség, Szövetség azt ajánlja az egészségügyben dolgozóknak, hogy támogassanak minden leszokási kísérletet, minden égetéssel történő dohányzásról való leszokási kísérleteket, és dolgozzanak együtt a dohányosokkal, hogy ja nem, ezt most pont, pont arra... Pont azt akarják, kicsit előre szaladtam, pont azt akarják mondani, hogy a vh hoz hasonlóan, hogy az elektromos cigarettáról is le kell szokni, mert az rossz. Nem, akkor nem. De? Viszont valahol itt én a közepén olvasgatom, és itt azt írja, hogy ösztönözni kell a, a, a dohányosokat vagy átszokókat arra, hogy az égetett dohánytermékeknél kevésbé ártalmas formára váltsanak, például az e-cigarettára, amelyre való áttérés előnyösebb, mint a, a, az éghető ter termékek használata. Na, hát azért csak csak leírja. Jó. Nem. <coughs> Nyilvánvalóan, hogy ezeket utána aztán gondozni kell tovább, a tanácsot kell adni, és stb. stb. De, de hogy azért kimondják ezt a bűvös szót. Bár, bár azért így, tudod, ilyen mindenféle takóba becsomagolják ezt az egészet. <laughs> igen, igen. <gül> ne, nehogy véletlenül becsöngessen két markos legény a vh tól másnap. Igen. Hol van a webszerkesztőtök? Igen, igen. Soros. Kinek a barátja a nikotin? Hoppá, hoppá. Hogy kinek a barátja a nikotin? Attól függ, kit kérdezel. Kijött egy cikk, a Vaping 360-on foglaltak össze egy kutatást, amely szerint a nikotin például a skizofréniával küzdők barátja lehet. És Hány évvel ezelőtti adásban beszéltünk erről? Istenem! Bizony, bizony, bizony. És a Természetes Medicína folyóirat nevű szaklapban jelent meg a, a, a tanulmány, és ugye alapvetően arról van szó, hogy valami okból kifolyólag a skizofréniával küzdő emberek nagyon nagy, közel 90%-a dohányzik. És ez az általános lakossághoz viszonyítva több mint hatszoros érték. És hogy nagyon-nagyon régóta játszottak a gondolattal a, 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 a tudósok, hogy nem elképzelhetetlen, hogy ez a hatalmas kiugrás, ez, ez valamilyen öcs, öngyógyító, vagy öngyógyítási kísérlet a, a csoport részére, és mindenféle rövidítéseket és egyebeket ne mondjak, a lényeget említve, az új tanulmány az demonstrálja, hogy alapvetően a nikotin fogyasztása az segít a normalizálni az agytevékenységét a skizofréniával küzdő embereknek, jobban közelíti egy normális állapot felé. Igen, azért a, a, a szervezetünk nem hülye. Tehát ha szomjas vagy, akkor iszol. Ha éhes vagy, akkor eszel. És van egy csomó ilyen nem tudatos rész, amikor megkívánsz valamit, vagy, vagy elkezdesz valamit csinálni, és azt az, az nem, nem, nem tudod, hogy miért kell neked, de nyilván a szervezet próbál valamilyen módon hibát javítani, és hogyha ez rajtad keresztül meg tudja tenni, akkor meg is teszi, főleg, hogyha mondjuk erre te még érzékeny is. Vagy, és valószínűleg ezért van ez a, a kiugró szám, mert tudja, hogy ha nikotinhoz jut, akkor normalizálódik a, a helyzete. E, igen, erről megint beugrott nekem, annyira jók ezek a kis valsói kiruccanások, tele vagyok emlékekkel. Hogy pont most a tavalyin volt, a, elfelejtettem a hölgynek a nevét, aki nagyon sokat dolgozik különféle mentális problémával küzdő ö, csoportokkal, akik ilyen külön kis ö, otthonokban laknak, és hogy, ö, hogy nem csak a skizofrénia az, ahol, ahol nagyságrendekkel ö, gyakoribb a, a, a dohányzás, és ugye ő alapvetően ö, népegészségügyi kötelességként határozta meg azt, hogy a dohányzás helyett ezeket a csoportokat akár elektromos cigarettával ellássák? Hogy igen? Azt, azt hiszem abban az adásban is említettem neked, a lányomnak volt egy betege, aki neki ilyen időlt izületi problémái voltak, és ez konkrétan 10 cigarettát szívott erre, hogy fölbírjon állni. Tehát vannak ilyen, uh, ilyen, betegségek, amikben a, a nikotin egyébként uh, teljesen jól működik. Emlékszel arra a, nem tudom, te néztél Dr. house -t? Igen, igen. Emlékszel arra az epizódra, amikor bejön mindenféle bélpanaszokra euh, panaszkodva az egyik páciens, és ad neki egy száz cigarettát, hogy menjen és szívja el, és így ennyi. És orvosi ajánlásra, és így nem érti a csávó, és ő is akkor kamillázik, hogy ez most hogy. Igen, mert van a. a hát, a várja, mindjárt rákeresek. Igen, kolitisz ul ulcerózának hívják a, a betegséget, amiben például a nikotin enyhíti a tüneteit, sőt, hát akár még tünetmentessé is tudja tenni a, a beteget. Tehát hát az Egyesület honlapján is fönt van egyébként, hogy milyen, milyen hatása van a nikotinnak, és milyen betegségekben lehet egyébként pozitív hatása. De hát úgy látszik, mindig, most, most már lassan akkora tudástárat halmoztunk föl, hogy mindig vissza kell, hogy térjünk arra, amit már egyszer mi elmondtunk egyébként. Tehát azt javaslom a WHO-nak, hallgasson minket. De hát hallgat minket. Állítólag. Amennyiben. Hogy legalábbis, hát ugye a WHO helyi előretolt helyőrségének rajta volt a szeme a te videóidon is. Igen, mint azt igen, tudjuk, igen. Mint igen. Hogy akár hallgathatnak is minket. Erről még az jutott nekem eszembe, egy, az alkotmánybíróság jutott egyfelől eszembe, hogy megmondta, hogy teljesen mindegy, hogy milyen formában fogyasztod a nikotint, mert a nikotin az egy pszichoaktív szer, úgyhogy teljesen egyértelmű, hogyha nikotint fogyasztasz, akkor a dohányzásra kijelölt helyen kell lenned úgyhogy akkor szeretném megkérni az összes kivált kép a nikotinos inhalátorokkal. Tapaszt, <laughs> rágógumit. Csatlakozzanak hozzánk a dohányzásra kijelölt helyeken, mert nincs különbség a között, hogy milyen módon fogyasztja az ember a nikotint, legalábbis az alkotmánybíróság szerint. Úgyhogy csatlakozzatok hozzánk. A másik meg, ami eszembe jutott, ezt minden nap gondolkoztam, ez meg az, a, 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 az államtitkárunk, az egészségügyért felelős agytörőszt államtitkárunknak az érvelése, a, a, az alkotmányogi panaszom ellenében, amiben ugye azzal érvelt, hogy ne hivatkozzunk már arra, hogy mennyire rossz nekünk a dohányzásra kijelölt helyekre menni, mert nagyon kevés Magyarországon a beltéri dohányzásra kijelölt helyek száma, általában ahol lehet mindenhol a szabad levegő jelöli ki ezt, és ott ne zavarjon már minket a dohányfüst kint a szabad levegőn, úgyhogy akkor tisztelettel, tényleg ez valamelyik este jutott, így pörgött az agyam, jutott eszembe, hogy akkor tisztelettel megkérdezném a tisztelt egészségügyért fel felelős államtitkárságot, hogy vajon miért nem lehet mondjuk egy szabad légterű busz megállóban dohányozni, hogyha a szabad levegőn, ez kvázi mindegy, nehogy már zavarjon bárkit is. Ez jutott még eszembe erről. Nekem meg az, amikor behozták ezt a, az öt méteres szabályt, hogy todi elővettem az egy cigarettát megálltam, bakker, most az iskola kaputól már 5 méternél tovább vagyok, a busz megálló, ú, az még három méter, akkor egy kicsit arrébb kell, hogy menjek és. itt ilyen... egy bolt bejárat. Szö... Jó, Isten. de itt egy bolt, hát érted? Hát komolyan, tehát... Istenem. Tudod, erről az a kép eszembe, már nem emlékszem melyik filmben láttam, de sok filmben volt ez, amikor valamit el akarnak csenni valahonnan, és ilyen akrobatikus kígyózó mozdulatokkal bújkálnak át a, a lénzergyalábok között. Ó, <laughs> Jézus Istenem. Tehát kéne, kéne, egy ilyen Google maps tot hogy itt állsz, és így jelölni ilyen piros körökkel az öt méteres hatótávokat, hogy ú, most egy kicsit arrébb kell mennem, oké, okay, na itt gőzölhetek, oké. Okay. Fincsi. Vagy egy mobil alkalmazás, ami tényleg nézi a, a GPS koordinátádat, és elkezd sípolni. Slukolhatsz, slukolhat. slukolhat <laughs> Édes most nem szívhatod, meg, most nem. Meg tudod, mi gondolkoztam? Ezen a, a hegedülésből hazafele jövet szoktam áldogálni, tisztességesen kívül a nagyon hosszú és nagyon szabad légterű hév megálló nál, ahol elhagytam a múltkor a 100 ml akvinkumnál, és néha jön a hév, és akkor általában elindulok, és ez sokszor forgott már a, a fejemben, vagy fordult már meg a fejemben, hogy mi minősül gyakorlatilag elektromos cigarettázásnak. Az eszköz használata, a belégzése, a kifújása, vagy, vagy, mi? Mert gyakorlatilag, ha kilégzem, igazából úgy, hogy már a zsebemben van a készülék, akkor igazából én nem használok elektromos cigarettát, köszönöm szépen. Hol vannak ezek a lélektani határok? Nyilván ez szőrszáhasogatás, meg minden, de ha már szeret szőrszáhasogatni az egészségügyért felelős államtitkár, akkor... Emlékszel, hozzá, a, a én. charlie volt egy ilyen története, hogy nyitott ablaknál az ebédlőbe beleszívott kettőt a, az elektromos cigarettájába, és a kolléganője azt mondta neki, hogy ezt fejezze be, és megkérdezte a Csárló, hogy mi a bajod. Az a bajom, hogy a tüdődből jön ki. Jó, igen, igen, Emlékszel? Igen, igen. Emlékszel? Igen. Nem, mintha beszívott és kifújt levegő nem onnan jön neki, amúgy, de hogy hogy, a, hogy ez a Szegény. tüdődből jön ki. Tehát ez konkrétan olyan, mintha a szádon szarná. Vagy nem tudom. Szegény embernek milyen élete lehet folyamatosan retteket, hogy nem, úgy véletlenül egy pár molekulányi metánt belélegezzen, amit mondjuk véletlenül az óceánon fingott ki egy bálna. Igen, ami nem a tüdejéből jött ki, ezt az lássuk be. Édes Istenem. De ha már nikotin, nem menjünk messzire a nikotintól, mert a nikotin az egy kifogyhatatlan téma, és megígérem, hogy ezt nem fogom se felolvasni, se beleolvasni, nem fogok semmit, nem fogok csinálni, viszont van nekünk a nagyszerű Bernd Mayer professzorunk, a Gráci Egyetemen, aki ugye elképesztő mennyiségű tudást e, halmozott össze a nikotinnal kapcsolatban, és ő volt az, aki tudományos oldalról megközelítve gyakorlatilag a, a, az évszázadok óta, illetve a most már több mint egy évszázad a fönnálló e, 50-60 mg megöl egy felnőtt embert e, című butaságot sikerült cáfolnia, és a mélyére hatolt a dolgoknak, hogy honnan eredt ez az egész, mennyire blőd volt az egész butaság. Miért vette át ezt annak idején, és a száz évvel ezelőtti tudományos közönség, a mai eredményeink alapján hol van ez a határ, és a, egy, nem egy mai, egy 2013-as cikk, ez szintén a Facebookon ma kezdett el pörögni, hogy Oldie Goldi és ez tényleg abszolút totálisan minden oldalról megközelítve a nikotinnak, a kutatásának a történetét és a, a téfiteket végigveszi egy nagyon hosszú, nagyon tartalmas és nagyon szerintem egy nagyon-nagyon jó pofa írás erről az egészről. Úgyhogy mondom, nem ugrok bele, nem fárasztok senkit vele javaslom mindenkinek, hogy olvassa el, és akkor legközelebb, ha valami baromságot mondanak a nikotinról, akkor úgy fel lesz vértezve mindenne, minden tényszerű információval, mint Chuck Norris bármelyik filmében, bármi ellen. Az a jó pofa, hogy van itt egy ilyen sebességmérőórának órának kinéző cucc, ami a, szerintem ez a mostani értékeket mutatja, és ugye az volt a, a riadalom, hogy 40 milligram, vagy 60 vagy hat, hát, a halálos. Na most igen, tehát itt azért, mit tudom én, 180 milligramnál kezd el pirosodni a, a mutató, és ugye nyilván innen már egyéni, érzékenység, illetve természetesen a tessú is is játszik ebbe a dologba, és az anyagcsere gyorsasága, de ez nem is, is igaz az a 240, mert ott nincs milligram, az csak egy illusztráció, A kép csak, csak egy... illusztráció. Bocsánat. Mert ott írja a bekezdéssel lejjebb, hogy gyakorlatilag, és akkor mégis mégiscsak beleolvasok, hogy azok a, tehát a posztmortem elhalálozás követő ö, vizsgálata azoknak az embereknek, akik nikotin mérgezéstől halnak meg, azt ö, arra enged következtetni, hogy akár 20, 20 szor magasabb is lehet, is lehet. Halálos mennyiség a 60-nak, ami a, jól emlékeztem, én ilyen ezer környékére emlékeztem, amit írt Ben Mayer az írásában, hogy gyakorlatilag ez ilyen 1200 mg környékén van, ami hát azért a 20-szoros arány azért nem mindegy, hogy ö, hogy rádugrik a, a, az ildikó, és, és kiveri a, a, a kazánodat az elcigivel a kezedből, hogy az már halálos. Hát igen, ha ez, az az a, ez a 60 mg, én szerintem akkor naponta többször halok meg, csak nem veszem észre. Ugye? Hát, hát igen, hát mi, mi van, amikor magamra öntöm a... a nem. Az ezres nikotint érted, és túl életed. Kemény vagy, és nikotinfürdőt veszek. Igen, nikotinfürdőt veszek. Abba mosok kezet, érted? <coughs> <coughs> szóval ajánlom mindenkinek, hogy olvassa meg minden, amit valaha is tudni szerettél volna a nikotin halálos dózisáról? De, de nem merted megted. megkérdezni, megkérdezni. Igen. igen. És sosem fogod kipróbálni, reméljük. Viszont valaki gondol ránk, én uh, a héten szembesültem a, a jobbik programjával. Természetesen. Uh, valami Facebook bejegyzésben, ahol megjelentek a fizetett lápit rólok, és egyből elkezdték, hogy persze, mert a választások miatt, mert persze, izé. tehát két dolgot szeretnék leszögezni. Egy, a Jobbik nem, nem most kezdett el foglalkozni az elektromos cigaretta mellett való kiállása. Tehát nem a választásokra időzítette ezt a a dolgot, kettő pedig... Én, én is úgy emlékszem, hogy így 2015 <laughs> ősze az igen, igen, nem, az, annyira, az nem, nem annyira, annyira volt a, a választások volt. éve. Egyrészt, másrészt pedig szeretném látni a többi párt programjában csak egy ekkorácska egy, egy bekezdést, amit ők a sajátjukban leírtak, és hát, hogy mondjam, én, én azt gondolom, hogy így fel is olvasnám, mert hogy, mert hogy nem annyira hosszú, viszont lényegre törő és, Kérlek. és értelmes. És, én meg... Ja, mondjad, mondjad, És közben, vissza, fognak benne köszönni természetesen a, a saját mondataink. Hát a Jobbik fontos céljának tekinti a dohányzás további visszaszorítását. Az elektromos cigarettára, mint az ártalomcsökkentés fontos eszközére tekintünk, amely segítséget nyújthat a dohányzásról való leszokásban is. Felfogásunk szerint az e-cigaretta nem dohány termék, használója pedig nem dohányos. Az érintett szakmai és civil szervezetek bevonásával felülvizsgáljuk az elektromos cigarettára vonatkozó jogszabályokat, engedélyezni fogjuk a szakboltok újranyítását, zéró tolerancia helyett észszerű kereteken belül biztosítjuk az e-cigaretta használatára használatát, valamint csökkentjük az ezen körben tartozó termékeket sújtó adók és illetékek mértékét. Hát olyan, mintha hája kenegetnék a lelkemet. És nem választási közleményünket. És hallották. nem választási közleményünket uh, hallották. Természetesen nagyon sok dologgal foglalkozik még a, a programjuk. Az is igaz, hogy a 65., tehát szinte majdnem az utolsó oldalon, van, de még azért mögöttünk vannak olyan ügyek, mint a, az e-sport támogatása, a mesterséges intelligencia. Baromi sok Nézzük dolog. a jó oldalát. Lenyomtuk a mesterséges, intelligenciát. Igen, a mesterséges intelligenciát. Baromi sok dologra kitérnek ebben a, a 65, 60, nem 68 oldalas programban. Még engem is meg, meglepett, és az is, hogy a, a hivatalos programjukba fölvették az e-cigarettát. Még egyszer mondom, szeretném látni a többi pártnak is a, a programjában csak egy ekkorka bekezdés, és egy ilyen töm, tömören és jól megfogalmazott uh, leírást arról, hogy mit szeretnének velünk tenni, amint a hatalom közelébe tudnak férkőzni, és ez de rosszul hangzott. Ezt azért és nem azt hát volna. Igen, ebben, ebben abszolút, abszolút, igazad van, csak, csak ma már ez egy ilyen, nem is tudom, tehát ez a nekem ilyen forradalmi képek jutnak az eszembe, ez a megdönteni, ledönteni. Barikádokra. Barik, tehát, na, tehát ez a megközelíthetetlen Uh, szinonimája már lassan, a, a, ami itt, itt megy, tehát kész. Ennyi. Az utolsó, Van, mi az utolsó olcsa le a villanyt. Érted? Ja. <laughs> én még annyit hozzáfűznék egyébként, hogy én, én azt gondolom, hogy pár, pár szimpátiától, függetlenül én azt hiszem, hogy le a a teljesen precízen és alaposan és gyönyörűen megfogalmazott cél előtt? Mondom, én még ilyen tömören és jól megfogalmazva a saját kívánságainkat rég, rég láttam, pláne nem egy párt programjában egyrészt, másrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy volt tüntetés, amin ők ott voltak, volt alkotmánybírósági panasz, amire össze tudtak állni az MSZP-vel, és addig, hogy is mondjam, presszionálták őket, amíg alá nem írták, és ketten együtt be tudták nyújtani. Bevittek titeket a parlamentbe, ha jól emlékszem. Átudták, átadták a, az, az államtitkárnak? A, igen, igen, igen. Átadták az államtitkárnak azt az anyagot, amit összekészítettünk nekik. Bejutattak minket a, az előkészítő, nem tudom mi volt, az szavazás. Ugye, ami a törvénytervezet előtti. Népjóléti bizottság. Üdvésé, népjóléti igen, bizottság ülésére. Tehát annyi, tényleg annyi, felszólalt a, a parlamentben a képviselőjük, úgy, hogy közben, Mindezt egy egy, egy, egy egy cigarettával, tehát az egyetlen egy ember istván, egyetlen egy ember volt a, a, a szávai istván aki nem kép, szabad demonstrálni aki demonstrált egy cigarettával szóval tényleg rengeteg uh, uh, dolgot tettek azért hogy uh, hogy az egy cigaretta és akkor ha emlékszel, de várjál, azért mondjunk kézzelfogható dolgokat is, mert azért itt voltak nem mérföldes eredmények, de azért voltak eredmények. Éppen akartam kitérni, de azért. azért akkor most mondja te. Tehát csak át, átadom a szót uh, neked, hogy, hogy uh, ha emlékeztek rá, hogy milyen uh, szirén hangok jöttek, hogy Dönemben mi történt meg és akkor elmondtuk azt, amit most a Krisztián fog mondani, hogy mi nem lett. És mi lett helyette? Például nem lett 70 forint az utántöltőknek a jövedéki adója, hanem megmaradt az 55 forintos, magas, de legalább nem lett újabb 15 forinttal emelve. Ez egy ilyen észszerűsítési történet, nem kell ráírni azokra a termékekre, amiben nincsen nikotin, hogy az nikotin tartalmaz, amely rádugrik, megöl és megharap, csak azokra a termékekre kell ráírni, amikben van nikotin, ami azért, lássuk be, nem egy rossz dolog, és gyakorlatilag az, hogy a, ugyan a dohányboltokban, de forgalomban maradhattak a két milliliternél nagyobb űrtartalmú kazánok, ez dettó. Speciál nekik, köszönhető. Az ízesítés. Ó, az ízesítés, hogy ne is felejtsük. Bizony, az bizony. ízesítések fullos betiltása helyett egy szűkebb, de azért egy élhető lista maradt meg használható ízesítésekben. Ma el is feledkeztem erről, basszus, de jó, hogy itt vagy, Fifika. Tehát most szívhatnánk érted egy nikotinos... Alaplevet. Szífhatnánk egy nikotinos alaplevet, mert pontosan tudjuk, mert megmondta a dohányzás fókuszpont, amíg még volt ilyen, hogy az ízesítés az égő dohány ízének az elfedésére van benne. Ezért rossz. Értem? Értem? Ha ég a dohány, ha, nem, ha nincs benne dohány, akkor is. Ne legyen benne, tehát én, én ezt a saját fülemmel hallottam. Ne legyen benne ízesítés. A cigarettában sincs. Ö, ne haragudj, mondja Philip Morisnak a képviselő, ne haragudj, a dohányban is van ízesítés. Ö, és akkor így ízét. De ennek nincs íze. Ö, hát azt nem tudtam. Kész. Hozzáteszem, most azért így elültettél egy gondolatot a fülemben, ugye ez bizonyos WHO-hoz köthető közkedvelt egészségforradal már mondta ezt, ha jól emlékszem, vagy jól sejtem. Igen. És ugye a WHO és többek között ő is az, akik azonnal kikelnek magukból, hogyha bárki mondjuk a dohánygyára képviselőjével találkozik, vagy kommunikál velük, azonnal rá kell sütni, hogy már pedig ő dohánylobista. <laughs> és ez ott volt egy asztalnál, és beszélt? Igen, és mert, hogy mert meghívták. És Tehát akkor a, történet, a történet egyébként szimplán csak annyi volt, hogy a dohánygyárak nem, nem árultak likvidet. Én úgy tudom egyébként, hogy, hogy most sem. Tehát a. A, legalábbis a három nagy nem árul Magyarországon likvidet. Egyébként létezik a három nagyból szerintem mind a háromnak saját készüléke és likvidje. De Magyarországon nem árulnak. És amikor ugye ez az egész törvénytervezet elkezdett ilyen ámokfutásba átcsapni, és tényleg már, már ilyen szakmailag védhetetlen dolgokat akartak bevezetni. Akkor úgy gondolták a nagyok, hogy vakker üljünk már le egy asztalhoz, ha már egyszer ugye, a trafikba fog kerülni, kvázi dohánytermék kategória, üljünk már le egy asztalhoz, és akkor beszéljünk róla. És ugye ő azt a szörnyű tényt hallgatta egyébként el, hogy ott nem csak a dohánygyárak képviselői ültek, hanem a kereskedők képviselői is. És ebből azokból volt ott az Egyesület is. Mm. Tehát, hogy az e-cigaretta, tehát ugye a dohánygyárak intézték a helyet, az időpontot, azt, hogy kit, kit hívjanak meg, mert nyilván, ha, ha én hívtam volna meg, hát a filebotját nem mozgatta volna pláne nem, hogy bele akarunk szólni egyáltalán, a, vagy, vagy, arról akarunk tárgyalni, hogy, hogy mi legyen a szabályozásban. Érted? Ehhez, ehhez, kellett ez a fajta nyomás, és akkor ott voltak a nagykereskedők, ott, ott volt az egyesület, ráadásul ugye nekem kellett gyakorlatilag még ott a többiek előtt is elmagyarázni, hogy akkor most miről is van szó, mert, mert a dohánygyárak is csak annyit érzékeltek ebből az egész sztoriból, hogy itt valami őrült nagy marhaság készül te meg odaálltál, hogy oké, okay, akkor És most akkor kezdítem, mondtam, hogy jó, és akkor, a akkor, akkor én vagyok a villanypár egyesület elnöke, és ez meg ez meg ez meg ezek a problémák azzal, amit szeretnének, és hogy, hogy azért vagyunk itt, hogy akkor mindenki elmondja, hogy mi van. És akkor fölálltak a kereskedők, ők is elmondták, hogy a kereskedés oldaláról mekkora marhaság, a, és a a Pont a dohánygyárak voltak azok egyébként, akik mintha közte és köztünk próbáltak volna valamiféle tolmácsolást végezni, mert nyilván ők már évek óta folytatnak valami egy ideje, Szóval ér, Érdekes volt a, a, sztori, és innen van az a vád, hogy mi leültünk a, a dohánygyárak, és mondjuk minket valószínűleg pénzelnek. Vagy nem, nem tudom, bár így lenne, de sajnos nem. Tehát az a hát helyzet, hogy van. a a szintetizátoromat azt nem a dohánygyárak veszik meg, hanem most már, ha minden jó megy, akkor az utolsó összekuporgatott kis részlet után a jövő hónapban meg tudom venni. És nem a, a Big Tobacco csengedbe, hogy bakker hoztunk egy szintetizátort. Mennyire a... loser do vagy fifikó. Ennyire lobbist, tényleg, tehát borzasztó. Na. Édes Istenem. Borzasztó. De ha, ha már ilyen okos emberek nálunk így szárba szökkentek, hogy támadják az ízeket, és hál' Istennek nem sikerült annyira letarolni, mint amennyire tervezték volna, nem vagyunk egyedül az ízeket letarolni kívánóak De nem ám, ám. de nem ám, nem ám. Nem ám. Tehát, uh, meg, meg, egyszerűen te ezt így fölfedezik, vagy nem tudom. Tehát ez, a, ez az ízesítés, ez egy ilyen, ilyen szent grál, tudod, így mindig megtalálják. Úgyhogy uh, hát a, természetesen ugyanaz a, a dolog 56. kiadásba, hogy a fiatalok és a, a vonzóízek, és a nem tudom, és ezért, akkor Komolyan mondom, én már azt gondolom, hogy tehát ha szar ízű lenne a likvid, az is probléma lenne egyébként. Tehát az, az is baj, ha a dohányra hasonlít, az is baj, hogyha édes, az is baj, hogyha savanyú, az is baj, ha gyümölcsös, az is baj, ha mentolos. Tehát, hogy na. na figyelted már, Fifika, azt a minden rendes összeesküvés elmélet, hadd kezdem én is úgy. Szerinted féletlenül van az, hogy minden ember, aki bűncselekményt követ el, a legtöbbjük, 99,9%-uk rendelkezik zoknival, és belegondoltál már abba, hogy a fiatalkorúak nagy része szintén rendelkezik zoknival? Ez nem lehet véletlen. A zokni kapu a bűnözéshez. Egyértelműen. <laughs> Na, látod, milyen egyszerű büntessük meg az okni gyárakat. Ennyi. Jövedéki adó. <laughs> Jövedéki. Minden, zokni minden adó. Zoknira. <laughs> zokni adó. Szép emlékű... hát nem. Csak remélem, hogy egyszer majd csak szép emlékű vásárhelyi volt főpolgármestert idézzük. Aki reggel dolgozik, az délután nem, nem, nem ér rá lopni. Érted? Ilyen egyszerű vaslogika, kérdezhetetlen vaslogika. Vas logika. Igen, igen, igen. A gyerekek szeretik az ízeket, tehát ha ízesített valami, ami nem jó, szerintünk az nem jó senkinek. Nem ám az, hogy az emberek alapvetően kedvelik az ízesített dolgokat. Tehát, Na jó, igen. Jó, figyelj, gyógyszergyárakat is meg lehetne ezzel az találni. Hát mi, mi az, hogy a gyerekeknek szánt orvosságot különböző gyümölcsízekbe csomagolják? Hát mert érted, az Há nem... Miért nem lehet, lehet az a az, az orvosság egyszerűen csak szar? Érted. És mi És van, ha rászakik korban a kezdik, korban kezdik azok a málnás, málnás köptetők. Úristen! Ártatlan gyere, gyermekeket visznek a bűn útjára. Na! És ha komolyra akarjuk fordítani a szót, akkor már a gyümölcsízű nikotinos cukorkákról ne is beszéljünk, amiről már nem nem vissza, melyik beadványomban, de külön ki is tértem, hogy amiatt speciál rendszeresen kerülnek kórházba gyerekek. Egyrészt, másrészt pedig azt nem értem, hogy a gyümölcsízesítés például az alkoholok nem nem okoz ekkora problémát. Mert az alkoholfogyasztás nem probléma. <laughs> <nem hallottam>, <laughs> érted? Semmiféle tínye és egészségügyi probléma. érted? És nincs rajta gyerekzárcs, csak tényleg csak így megjegyzem, <laughs> hogy, hogy egy, És nem csak 10 milliliter. És nem csak 10 kiszerelés millis kiszerelésben, kiszerelésben van, baszki. Hát fél de cid 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 konkrétan... Fél liter konyak, ne hülyéskedj már. <laughs> fél liter konyak az alkoholmér egy gyereknek. Hát abba belehal. Érted? és nincsen rajta gyerekzár, és gyümölcsös ízesítéssel rendelkezik. Tehát most, most, azért megtaláltuk az a szintén, azt gondolom. Jó, Istenem. És vonzó az íze, és meg fogja inni, mert, mert, mert jó, mert finom. Hát az ilyen szájderek, energiaitalok, millió egy ilyen de az nem probléma, mi vagyunk a probléma, komolyan. Húf. Na, Menjünk, jól, vagyunk. jól ki, ö, nem is tudom, mit csináltunk magunkkal. Jól elbeszélgettünk meg én, igen. de nem, nekem mindjárt kaját kell rendelnem mert fogok igen, és. Ö, Ugyan nem a kajáról jutott eszembe, de hogyha már így a felháborodásunknak hangot adtunk, akkor azért adjunk hangot a, a hálánknak is. A támogatóink felé szeretnénk köszönetet mondani, akik adásról adásra segítenek minket. Azzal a úgy támogatással, amit befizetnek, segítik, hogy például Csárlinak a munkája ne legyen olyan hosszadalmas, mint amilyen amúgy szokott lenni. <Szorítás> Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És a természetesen köszönjük uh, Csárlinak is. Mindazt az áldozatos munkát, amit majd ezután fog ezzel az anyaggal csinálni, amit mi itt jól összelapátoltunk a számára. Töltöd már? Töltöd már? Töltöd már? Töltöd már? A számára. Természetesen én hajnalba fogok indulni, tehát én most föl fogom tölteni, és ha majd hazaértem, akkor megírom a bejegyzést a a cucchoz te meg addig rámuljad a videót, meg uh, amiket kell. Rámolom a mindent. Én még szeretnék köszönetet mondani valakiknek, fifika. Két valakiknek igazából. Most így szintén a Facebookon, ez az adás valami ilyen Facebook téma heavy. Láttam, hogy megint volt egy újabb kör, vagy talán kettő kör is volt len Debrecenben. Nagyon-nagyon-nagyon köszi mindenkinek, aki bevállalta és nem táncolt vissza, és lement, és végigtolta ezt a Debreceni kutatás kört is. Állatok vagytok! Köszönjük, szépen. igen, állatok vagytok, köszönjük. Ez nekem is eszembe jutott egyébként, csak nem írtam be a, a show notes hogy beszéljünk Debrecenről. Egyrészt nem szeretném, hogyha túltolnánk, de azért mindenki érezze azt, hogy ennek igen is súlya van, és erről már nagyon sokszor és sokat beszéltünk. És amikor így neki fogsz a képernyőn egy ilyen troll bejegyzést írni, akkor jusson esetben Debrecen, és inkább kattints át a másik oldalra, és jelentkezz. Ennyit szerettem volna hozzátenni. Amen. <laughs> Amen! Amen ehhez a dologhoz. Nekem egy élmény volt, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok! Köszönöm szépen, sziasztok!